A Völcsegi Motoros Egyesület a 2007-es MotoGP 125 köbcentiméteres kategóriájának világbajnokát, Talmácsi Gábort kérte fel arra, hogy a motoros szezon kezdete előtt többek között a biztonságos utcai motoros közlekedés alapjairól is beszéljen a térség motorosainak. A motorosok igen, ilyenkor egyre aktívabbak, a hosszú tél után újra előveszik a járműveket, és jó átbeszélni ilyenkor, hogy mik a legfontosabbak ahhoz, hogy biztonságban legyünk, mert ugye felelősek vagyunk magunkért, az embertársainkért, akik a közlekedésben részt vesznek, és hát vannak olyan hasznos tippek, tanácsok, trükkök így az én részemről, még szívesen meg szoktam osztani. Az első legfontosabb, hogy a járművünk megfelelő műszaki állapotban legyen. Hogyha ez rendben van, akkor a másik az, hogy hogyan öltözünk fel, tehát maga az ergonómia, a láthatóság. A harmadik pedig, hogy hogyan kezeljük a járművünket. Ahol pedig azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet tanulni a motorozásba, még világbajnokként is, mert mindig jönnek újabb technikák, hogy hogyan vezessük a motorunkat. Nem mindegy, hogy milyen motorunk van, nem mindegy, hogy mi a célunk vele, nem mindegy, hogy milyen felületen megyünk, tehát ez egy off-road vagy on-road, városban motorozunk, túrázunk, mik a céljaink a motorozással. Hogyha ezek már úgy megvannak jól megfogalmazva, akkor már lehet jó megoldásokat találni benne. De nagyon fontos ilyenkor szerintem, hogyha vannak ilyen fórumok így tavasszal, hogy ezeket így frissítsük, mert újra visszakerülünk motorosok a forgalomba, és az autósoknak is meg kell szokni, sőt a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak is, főleg mondjuk nagyvárosokba. A Minden fejben dől el című előadás alkalmával arra is rávilágított Talmácsi Gábor, hogy a közúti közlekedés egyéb résztvevői még jó látási viszonyok között is nehezen észlelik a kétkeriken közlekedőket, sőt, sebességüket is nehezebben mérik fel. Én azt gondolom, hogy egyre jobb a helyzet, de igazából egy autós akkor érti meg legjobban egy motorosnak a dinamikáját, meg a közlekedési moráját, hogyha ő is már motorozott, tehát hogy nagyon nehéz így átszellemülni ebbe. És hát nagyon fontos frissíteni a meglévő kressz tudásunkat, mert nagyon sokan nem tudják például, hogy a motorosok használhatják mondjuk a buszsávot, vagy éppen, hogy álló autóoszlop között előre lehet sorolni a motorosoknak. Tehát nagyon sok mindent nem tudnak, és ez úgy lehet frusztráló, hogy ezek jó, hogyha a motoros is tudja, és az autós is az alapvető kressz szabályokat. Az vigyen utast, akinek már megvan az a magabiztosság és az a kellő tudás, amivel tud utast vinni. Igaz, hogy az utas kezében nincs kormány, tehát ugye az kormányoz, azt tud motort irányítani, azt tud kanyarodni, a kezében a kormány van. Mert gondoljuk azt el, mondjuk, hogy megy egy motor 100-zal, és nincs utas hátul, hanem csak a motoros elengedi a kormányt, ilyet nem csinálhatunk, de mondjuk tegyük fel, elengedi, és próbál bedőlni a kanyarba, hogy majd akkor valami történik. Hát valószínűleg egy pici irányváltás lesz, de sok minden nem történik. Tehát, hogy a motort az egyensúlyából ki tudjuk mozdítani, ahhoz valamilyen kormányimpulzus kell, általában jellemkormányzás. Tehát innentől kezdve bizonyára a hátulülő az nem tud kormányozni, de azért van egy súlya, van egy befolyásoló tényezője, ugye van egy giroszkopikus hatás, amit ugye még a hátsó utas az még befolyásol, és hát ugye egészen más a súlyelosztása a motornak, tehát hogy másképp kell fékezni, máshol van a tömegközéppont, úgyhogy minden megváltozik. Sok tapasztalat kell ahhoz, valaki két személyes motorral, vagy két személlyel nagyon jól tudjon motorozni, és én azt szoktam mondani, hogy kevesebb több, tehát aki nem tud, akkor vagy ne vigyen, vagy pedig nagyon lassan kisebb távokat, és akkor tényleg egymást meg kell szokni. Mert ez olyan, mint a rally autóban a navigátor, tehát ott össze kell érni egy párnak ahhoz, hogy valóban jól tudjanak együtt mozogni. A motor kifogástalan műszaki állapota mellett fontos a megfelelő védőfelszerelés megléte is. Egészen más védőfelszerelést igényel egy robogóval való közlekedés, mint ha például egy gyorsasági motorral rója valaki az utakat. Hogy minőségi felszereléseket használjunk, az nem kérdés. A másik pedig az, hogy megfelelő méretet válasszunk, mert hogyha valami egy picit is szorít, vagy frusztrál, akkor abból elfáradhat az izomrész, zsibbadás lehet, dekoncentráltság lehet, ugyanígy a sisaknál is, hogy nem jó. Pici a sisak, akkor egy idő után szorít, az egy rossz érzés. Ha túl nagy a sisak, akkor belekaphat a szél, és imbolyoghat ugye a fej. Tehát ezeket nagyon fontos megvizsgálni, és szakemberekkel konzultálni, és törekedni arra, hogy minőségi felszerelés vegyünk, hiszen ha bármilyen külső behatás ér, esetleg egy balesetnél,
ne adja Isten, akkor azért nem mindegy, hogy milyen minőségű felszerelés van rajtunk. A délutáni előadás alkalmával a világbajnok magával hozta saját védőfelszerelését is, és segítőkészen válaszolt a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre is. A balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy a motorosok a helyes sebesség megválasztása mellett a látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek.